Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a mai napon. Köszönöm szépen a megtisztelő érdeklődést, és Mi Hazánk mozgalomnak pedig a meghívást. Nagyon fontos, hogy vannak ilyen rendezvények, és a Magyar-sziget egyedülálló ebből a szempontból is, ahol olyan ügyeket és olyan témákat tudunk megvitatni, amelyek közvetlenül az életünket érintik, a gyerekeink jövőjét és nemzetünk, hazánk jövőjét is. Ezek közé tartoznak azok a kérdések, amelyek a globális világnak a hatásaiként jelennek meg az életünkben, és közvetlen okozói és közvetlen befolyásolói lesznek a saját jövőnknek is, illetve azoknak a folyamatoknak, amelyek új történelmet találtak ki, vagy új történelmet akarnak építeni a mi beleegyezésünk és megkérdezésünk nélkül. Olyan erőkről és olyan érdekcsoportokról fogok a rendelkezésre álló időben beszélni, és olyan tevékenységekről, amelyek kimaradtak a médiából, pártfüggetlenül a jobb és baloldalinak nevezett érdekörök tulajdonában lévő médiák egyáltalán nem, vagy alig foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és azt próbálom röviden bemutatni, vagy ismertetni, hogy milyen olyan kezdeményezések és milyen olyan hálózatok és csoportok léteznek, amelyek konkrét terveket hajtanak végre. Ezeknek a terveknek megvan a hozzá, tehát ezeknek a tervekhez kapcsolódóan megvan minden információ, rendelkezésre áll, utána nézhető, én jó pár ilyen információt és adatot meg fogok most Önökkel osztani. Első körbe engedjék meg, hogy egy-két perc erejéig visszautaljak egy korábbi időszakra. Mindenkinek azt javaslom, hogy amikor a jelent értékeli és érzékeli, akkor gondoljon arra, hogy az életünk, a különböző történelmi események és különböző folyamatok, azok nem a véletlenszerűséghez kötődnek. Ezek abból adódnak, hogy a különböző történelmi nagy események és kataklizmák különböző érdekcsoportok, különböző erők összecsapásai okozzák, vagy ezek állnak a hátterében. Nagyon sok ilyen esetet tudunk az elmúlt évszázadokból, és ezeknek a megértése tekintetében fontos, mert a mai események megértése tekintetében fontos, hogy a történelmet egy folyamatként éljük meg, egy folyamatként képzeljük el, saját magunkat egy folyamat ábrán próbáljuk elhelyezni, hogyha meg akarunk érteni valamit. Azért, mert minden egyes eseménynek van előzménye, van háttere, és mindennek oka van. Én röviden, tényleg egy-két perc erejéig azért hozom elő a szabadkőművességet, mint előzményt, hogy a rendszernek a logikáját próbáljam megismertetni és megértetni Önökkel. Ugyanis a szabadkőművesség a 19. 20. században nagyon komoly befolyást gyakorolt a világra, a világ eseményeire és folyamataira. Ezeknek nagyon sok része most már fel van térképezve, döntő mértékben Rafai Ernő kutatásainak köszönhetően. És a szabadkőművességet azért hozom elő példaként, mert ez egy hálózatrendszer volt, egy globális érdekkör, amely különböző célok mentén képzelte el a saját maga működését. Ezek a célok olyan világmegváltó eseményekkel voltak összefüggésbe, amelyek alapján ez a titkosan működő szervezet egy program mentén, egy szabadkőműves program mentén megpróbálta befolyásolni a világ folyását. A Szabadkőművesek Köztársaságai című könyv tökéletesen kitér ennek a hátterére, azt, hogy a 19. század végén, a 20. század elején
különböző páholyok hogyan készítettek elő különböző helyeken a világban forradalmakat, gyilkosságokat, politikai gyilkosságokat, és a mai értelembe vett terrorizmus alapján hogyan próbált beleszólni különböző folyamatokba, amelyek ellentétesek voltak a saját célrendszerével. A saját célrendszerét tekintve egy dokumentumot szeretnék önöknek megosztani. A Hajnal című szabadkőműves folyóiratból szeretnék önöknek felolvasni egy rövid részletet, hogy még konkrétabban értsék a mai problémákat. Ez a folyóirat nekem eredetiben is megvan. 1879. novemberi száma, ez egy titkos folyóiratról van szó, tehát csak a titkos társaságnak a tagjai tudták, juthattak ehhez hozzá akkoriban. Az egyik szabadkőműves jegyzőkönyvből fogok önöknek felolvasni két mondatot. Nem elég a világtörténelmet nagy eseményeiben követnünk, be kell hatnunk azok belső indokaiba. Így módon azon nagy igazsághoz jutunk, hogy minden haladás és reformeszme, mely az emberiséget foglalkoztatta s előbbre vitte, először titkos társulatok szűk körében dolgoztatott ki s készítetett elő. Ez a mögöttem lévő dokumentum harmadik bekezdése lentről felfele egy szó szerinti idézet volt. A haladás és reform eszméket egyébként ez a titkosan működő szervezet ezt úgy képzelte el, ami a mai értelmezéseink szerint a kommunizmust jelentette. Ugyanis a szabadkőműességet alapvető felelősség terheli a kommunista diktatúrák a 19. század végi, 20. század, döntően 20. század elejei különböző kataklizmák előkészítésében, és a 18-19-es magyarországi drámai események kialakulása és az ezekkel kapcsolatos hátterek tekintetében a szabadkőművességnek sajnos elérhetetlen érdemeik vannak. Ez felvet megint egy másik kérdést, hogy egy ilyen szervezet hogyan tudott egy országon belül ilyen hatékonyan működni, magyarán egy álomellenes összeesküvést létrehozni. Egy rövid kitérés a felelősségek tekintetében, ugye a mi fogalmaink szerint is a legnagyobb hazárulók közé egy Károlyi Mihály és egy Kun Béla nevű ember vagy személy tartozik. Én mindig hozzá szoktam tenni, részben egyetértve ezzel, hogy azok az erők, amelyeknek köszönhetően, és Tisza Kálmánt és Tisza Istvánt személyesen is megnevezném, azok az erők, akiknek köszönhetően ők titokban tudtak működni, meg tudták valósítani ezt az ország hódító tevékenységet, őket is ugyanolyan felelősség terheli ezekben az ügyekben és ezekben a kérdésekben. Mert a korabeli liberális államvezetés tétlenül nézte ezeknek az erőknek a tér és honfoglalását, konkrétan semmit nem tett az ellensúlyozására ezeknek az erőknek. És most áttérve a mai témánkra, és a szabadkőműveség tekintetében még egyszer kiemelten hangsúlyoznám, úgy tekintsenek erre a szervezetre, mint egy hálózatrendszer, mint egy érdekkör, mint egy olyan csoportosulás, amely titkosan működik, titkos célokat hajt végre, víziója van a jövőről, nem csak víziója van, hanem egy programot is kidolgoz arra vonatkozóan, hogy ezt megvalósítsa, és azért is fontos, mert több olyan szervezetről is fogok beszélni, egyről bővebben is, és ez lesz a világgazdasági fórum, amelyet hasonló módon képzeljenek el, mint akkoriban a szabadkőműves szervezeteket. Mielőtt belekezdenénk ezekbe a történetekbe, a média működésével kapcsolatban szeretnék egy képet mutatni. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt, azért is, mert a mai életünk befolyásolásával kapcsolatban a jobb és baloldali fősodratú média kiemelt szerepet játszik. A mögöttem lévő fotón egy kígyó látszik, amint kikap a vízből egy halat, és a felirat pedig a következő, egy bátor kígyó megmentett egy halat a megfulladástól. És alatta egy kis szöveg, hogy így jelenti a média híreket napjainkban. Nem hiszem, hogy van ennél találóbb kép, ami jobban ábrázolná azt, hogy tulajdonképpen milyen manipulációknak vagyunk kitéve, és hogy miért
azok az események történhetnek meg velünk. Miért hiszi el nagyon sok ember azt a propagandát, amelyen keresztül úgy befolyásolják az életünket, amelyeket nem biztos, hogy kívánnának azok az emberek, akik nem tudják, hogy minek az áldozatai. A mai médiák tekintetében, és szintén itt az elején szeretném elmondani, én készítettem néhány olyan alternatív oldalt, személyt szeretnék megnevezni. Döntően azért is szeretném ezeket elmondani, mert a mai eseményről egy videófelvétel is készül, és ez sokakhoz is eljut. Annyi jó hírem van, hogy ha valaki a fősodratú médiát nem akarja nézni, és ha a fősodratú médiának a hazugságait akarja látni, akkor van egy ellenpárja ezeknek a médiáknak, ilyen automatikusan, hál' Istennek, kialakultak olyan csoportok, olyan kezdeményezések, amelyek hitelesség tekintetében kulcsfontosságú munkát végeztek az elmúlt két évben, két és fél évben, főleg a covidizmus hazugságaival kapcsolatban. És ezentúl szeretném innen is megköszönni ezeknek az embereknek, személyeknek, csoportoknak a segítségét, és azt, hogy áldozatos munkát tettek bele ebbe a felvilágosításba, hiszen mögöttük nem állt a globális világnak a milliárdjai pénzben értve, hogy elhazudják a világot, hanem mindenki a saját maga élete lehetőségei között próbált segíteni. Mihalik Angelika oldalát javasolnám, aki hiteles információkat akar keresni a mai életünkkel kapcsolatban. Nagyon fontos anyagokat talál meg a hölgy oldalán, interneten rá lehet keresni. Bíró Évát szeretném külön kiemelni, Letoha Tamás kutatót szeretném kiemelni. Torockai László YouTube videó csatornáját mindenkinek javaslom, nagyon fontos témák vannak, amelyek az életünket befolyásolják. Viva Natura TV-t, a Nexus TV-t, Orvosok a tisztánlátásért csoportot, ezeknek külön oldaluk van. Jakab István csatornája, kiemelten fontos szerepet tölt be a Szilajcsikó, az Erdély.ma, a Magyar Jelen, Boros G. László professzornak az oldalát érdemes nézni. Tallián Hedvig podcastjeire érdemes rákeresni. A Facebookon van egy nagyon vicces nevű Józsi bácsi oldala, kiemelten fontos információkat találnak meg. Ercsei Attila oldalát szeretném még figyelmükbe ajánlani. Szatmári Nól Enikő oldalát, az orosz rt.com oldalát, ezt VPN szolgáltatással lehet nézni, ha valahogy ki tudják kerülni a cenzúrát, amivel nem fogható az oldal, de VPN technológiával fogható. A Természetgyógyász magazin legújabb számát mindenféleképpen szeretném ajánlani. Az Ultrahang csatornát szeretném még a figyelmükbe ajánlani, illetve a childrenhealthdefense.org oldalt. Angol nyelvű szövegek vannak, de a mai internetes fordítási lehetőségek tekintetében rengeteg információt találnak a témával kapcsolatban. És akkor még mielőtt belemennénk komolyabban ezekbe a kérdésekbe, egy videós lejátszással szeretném folytatni. A közvetlen okozója a mai életünknek ez az eset. Ez a videó 5 évvel ezelőtt készült, 2017. február 2-án. És ha minden igaz, akkor el is tudjuk indítani. Tehát még egyszer 2017. februárról beszélünk. Szlávik János főorvos, a Szent László Kórház infektológusa a vendégünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nem tudom, milyen hangulattal vagy hangulatban érkezett ide hozzánk, de minket sokkolt Emiliával tulajdonképpen Bill Gatesnek a napokban tett kijelentése, mármint amikor arról beszélt, hogy egy ilyen világméretű járványra is fel kell készülnie a föld lakosainak. A tudósok se tudják, hogy honnan szedi ezt. Semmi nem utal arra, hogy olyan vírusváltozások következnének be jelenleg az emberiségben, hogy megváltozna valamilyen vírus, ami esetleg ilyen mértékű világjárványt okozna. Én azt hiszem, hogy Bill Gates üzletember. Ja, üzletember, és valószínűleg pénzt fektetett abba, hogy ilyen kutatásokat folytassanak, de ez nagyon rendben is van. Ugye gondoljuk csak végig, hogy milyen vírus lehet az, ami emberek 10 millióinak a haláját okozhatja jelenleg a földgolyón. Ilyen egyetlen egy van, az influenza.
Az influenza vírus lehetne úgy megváltoztatni, hogy olyan agresszív legyen, mint például a madárinfluenza, ami már ma is egy létező vírus, és a madárinfluenza, amennyiben állatról emberre terjed, szinte 100%-ban halálos, terjedjen emberek között, és hozzon létre egy ilyen világméretű járványt. Ugye ő arról is beszél, hogy ez nem magától következhetne be csak feltétlenül, hanem ez lehetne a terrorizmus egyik új útja. Elképzelhető, hogy meghallotta azt a hírt, ami nemrégiben látott napvilágot, hogy egy kutató létrehozott egy olyan influenza vírust, amely rendelkezett a madárinfluenzának a halálos, 100%-ban halálos mi voltával, és rendelkezett az emberről emberre terjedésnek a jellemzőivel. És ez az a vírus, ami valóban létrehozhatna egy óriási világjárványt, nagyon sok haláleset. Támadták is ezt a kutatót. Támadták. És miért csinált ilyet? Miért? És miért csinálta? Ő azt mondta, hogy azért csinálta, hogy megfelelő oltóanyagot hozzon létre ellene előre. Tehát, hogyha netán véletlenül a terroristák létrehozzanak egy ilyen vírust, akkor az oltóanyag már meglegyen. Igen, és tulajdonképpen Bill Gates is erre hívja fel mindenkinek a figyelmét, vagy a konferencián ugye erről beszélt, hogy a fejlett országoknak fel kell készülniük arra, hogy a megfelelő vakcinát megfelelő időben ugye elő tudják majd állítani. Felgyorsultak most együtt az influenza kutatások is, ugye köztudott, hogy minden évben újra kell magunkat oltatni az influenza ellen, ami hát egy eléggé kényelmetlen dolog, hiszen a vírusok állandóan változnak, és nemrég kutatók felfedezték, hogy van egy olyan oltóanyag, ami csak egyet ezt kell beadni, és utána 10 évig tartó védettséget ad, hiszen az influenza vírusnak egy olyan részét támadja meg, ami nem változik évről évre. Tehát a kutatások azért haladnak. Én azt hiszem, hogy egyelőre semmi ok arra, hogy aggódjunk egy ilyen típusú járvány miatt. Nem egyszerű azért ilyen vírusokat létrehozni. Nem véletlen, hogy a terroristáknak azért nem a vírus kutatás az elsődleges célpontjuk. Ezeket létre kell hozni, ezeket szaporítani kell, ezeket el kell juttatni ugye a helyszínre. Biztosítani kell, hogy emberről emberre gyorsan terjedjen, rendkívül nehéz ilyen vírust előállítani. Ráadásul az oltóanyagokat aránylag gyorsan létrehozzák. Amikor a sertésinfluenza járvány volt, 3-4 hónap alatt sikerült az ellen az influenzen hatékony oltást előállítani. Na jó, de nagy mértékben, mennyiségben legyártani az oltóanyagot, az is menne? Hát ez is egy fejlesztés. Ez is egy fejlesztés. Valószínűleg Bill Gates is erre gondolt, hogy legyen olyan technológia, ami tényleg 3 hónap alatt több millió oltóanyagot képes előállítani. Egyébként jól állnak ezek a kutatások, úgyhogy én valahogy nem érzem úgy, hogy ez lenne a terroristák célpontja. Más a biológiai hadviselés a hadseregben. Tehát az, hogy egy bizonyos hadsereget megbénítsunk esetleg biológiai ágensekkel, például az antraxra, a lépfenével, ez egy más történet. Tehát ez elképzelhető, de a járvány létrehozása azért az nem egy egyszerű dolog. A világot utoljára sújtó nagy járvány, ez a spanyol náta volt minden bizonyal. Ahol több millió ember halt meg, igen. Hát akkoriban az emberiség nem találkozott még egy hasonlóan új vírustörzsel. Ma már azért ezt megint csak nehéz elképzelni. A sertésinfluenza volt legutoljára, ami óriási riadalmat okozott. Most csak orvosi szemmel nézve, akkor azt kijelenthetjük, nem, hogy egyetlen egy erőteljes védekezés van, hogy az ember időben felkészül az ellenanyagra. Abszolút, beoltatja magát, ugye. Ma már számtalan olyan betegség van, gyerekkori betegség, felnőttkori, ami ellen létezik védőoltás. Én most úgy jártam például az influenza oltással, hogy itt a tévében megkaptam a vakcinát, és addig, amíg lehetett vele oltani, sose voltam teljesen egészséges. Úgyhogy ott van a hűtőben. Egyébként az meddig jó? Á, csak egy évig jó, tényleg változnak. Tehát ezt általában úgy vagy a földgolyó másik felén, tehát a déli féltekén létező oltóanyagot használják utána a következő féltekén, és általában eltalálják, idén például eltalálták. Tehát az oltóanyagban lévő vírus darabok, azok megfeleltek a járványt okozó vírusoknak. Igen, de azért mondjad. Nem csak, hogy az itthoni idei influenza az súlyosabb volt, mint az eddigiek. Sokkal több szövődmény voltak halálesetek is. Utólag derülnek ki. Például az elmúlt évben felfigyeltek arra, hogy január-februárban nagyon magas volt a halálozás. És sokkal magasabb volt, mint a korábbi években. Mi volt január-februárban? Tavaly influenza járvány. Tehát ez utólag derül ki, hiszen nem egyértelmű sokszor bebizonyítani, hogy az illető influenzában, vagy a szövődményeiben, vagy a legyengült szervezetet megtámadó más baktériumú fertőzésben halt meg. Sajnos utólag kiderül, hogy az influenza nem egy veszélytelen dolog, és nagyon sok idős beteg ember halálát okozza. Igen, de tulajdonképpen csak a szövődmények azok, amik problémát okozhatnak. Önmagában az, hogy most valaki a tüneteket érzi saját magán, tehát nem kell azonnal paphoz mennie. Nem, de ritkán, nagyon ritkán az influenza képes egy úgynevezett vírusos tüdőgyulladást csinálni, és ebben 20-30 éves teljesen egészséges emberek is meghalhatnak sajnos. Főorvos úr, áruljon el nekünk valamit, aztán nem biztos, hogy ezt meg tudja magyarázni. Hogy
fordulhat az elő, mert pedig előfordul. Egyik orvos azt mondja, hogy már pedig kell oltás, mások meg azt mondja, hogy ugyan már nem kell oltás. Én remélem, hogy mindegyik orvos azt mondja, hogy kell oltás. Nem. Van ami egy csomó ellen, orvos, aki ami ellen, abszolút oltás ellenes. Ami ellen tudunk védekezni, az ellen védekezzünk. Tehát élő példája a gyerekkori oltásoknak. Hát gyerekeknek százezreit mentjük meg betegségektől, és gyermekek ezreit mentjük meg a haláltól azzal, hogy oltunk. Hát sajnos vannak olyan országok, ahol nem állnak rendelkezésre ilyen típusú oltások, és rengeteg ember van. Azt mondja, hogy aki nem oltatja be magát, mondjuk influenza ellen, az felelőtlen? Ez az influenza nem jó példa. Influenza oltassa be magát, ugye, aki a rizikócsoportba tartozik. Igen. Az idős beteg emberek és a kisgyerekek, ők egyértelműen. A többiek pedig eldöntik, hogy szeretnének-e néhány napig otthon lenni, vagy esetleg beletartozni abba az egymillióba, aki sajnos meghal az influenzában. Milyen szinten van az infektológiai kutatás idehaza? Tehát amikor Bill Gates visszatérve félti ettől a világot, akkor ahhoz képest mi még veszélyeztetettebb helyzetben vagyunk, vagy azért felzárkóztunk? Magyarországon nem hiszem, hogy ez egy első rendű szempont, de van. Tehát most már két olyan víruslabor van, ahol súlyos életveszélyes vírusokkal dolgoznak, hihetetlenül komoly körülmények között. Tehát olyan negatív nyomású szobákban, pozitív lélegeztetésű szkafanderekben, amik megengedik ma már azt, hogy mi is, tehát Magyarország is foglalkozzon, akár ebola vírussal. Azzal az ebola vírussal, amire szerencsére ma már megvan a védőoltás. És mivel foglalkoznak, vagy milyen kutatások zajlanak? Vérzéses lázakat okozó vírusokkal, talán ebolával, súlyos baktériumokkal, kolerával, antraxsal, tehát ezzel természetesen foglalkozni kell, és hál' Istennek Magyarország is foglalkozik. Ez azért fontos, mert a diagnosztikában, ha valahol Magyarországon felütné a fejét egy ilyen betegség, behurcolnák esetleg az országba, nagyon gyorsan tudnánk ezt diagnosztizálni. Ma már Madagaszkár egyik dzsungelében valaki meghal Pestisben, másnap tud róla a világ. Tehát óriási különbség van a régebbi koroknál, amikor sajnos utólag derült ki, hogy mi okozta a járványt. Tehát ma már ezért nehéz a dolga a terroristáknak, hiszen másnap kiderülne, hogy miről van szó, pár hét múlva lenne védőoltás. Tehát nem egyszerű dolgok ezek. Fegyelmezettek egyébként, úgy érzi a magyarok a tekintetben, most visszakanyarodva bármilyen jellegű védőoltás beadatására, vagy sem? A gyerekkori védőoltások beadásával nagyon jól állunk ott világszínvonalú az oltási fegyelem. Egyébként nem. Tehát nagyon-nagyon alacsony az influenza elleni oltás. Hát az ingyenes oltásoknak alig felét adják be. Alig felét adják be. Nagyon sok oltás van az időskori tüdőgyulladások ellen, amit minden idős embernek meg kéne kapnia, hogy védett legyen egyfajta tüdőgyulladás ellen. Tehát nem állunk jól. Egészségtudatosságban egyébként sem áll jól. Milyen a szabály? Keveset hívjuk önt ide be a stúdióba, vagy az orvosok nem exponálják magukat. Hát erre van egy jó példa. Múltkor influenza oltásról beszéltem egy tévécsatornánál, és utána fölhívtak a szüleim, hogy akkor ők most azonnal be akarják őket oltatni, magukat oltatni. Tehát igen, talán egy kicsit keveset beszélünk róla, talán egy kicsit rosszul beszélünk róla, ha vannak olyan orvosok, akik például az oltást nem propagálják. És az egzotikus országokba utazók, ők meg végképp nem törődnek ezzel? Mert de egyre inkább. Most már számtalan helyen az országban lehet oltatni magukat olyan betegségek ellen, amik csak ilyen egzotikus országokban fordulnak elő. Egy szerencsétlen esetben akár 9-10 oltás is lehet kapni, hogyha valaki egy dél-amerikai vagy afrikai országban. De az viszont horror pénz. Így van. Az horror pénz, de az utazás sem olcsó. Igen. És akkor viszont így megelőzi azt, hogy a családját megfertőzik. Így van, ezt abból látom, hogy a trópusi osztályon, ahol én dolgozom, egyre kevesebb beteggel találkozom. Tehát egyre többen védik meg magukat. Mi volt a legdurvább, amivel találkozott? A kolera. Kolera. Találkoztunk az elmúlt 10 évben kolerás betegek. Hogy felcsillant a szemem. Leprással. azért vannak. De szerencsére nálunk is van egy ilyen karantén kórterem, ahova őket el lehet helyezni ezáltal. De hogyha számszerűsítené ezt a két nagyon fertőzést? Nagyon kevés. Tehát ez mit jelent? Ez egy 10 évben egy, malária aránylag a leggyakoribb, abból évente 5-10-15 eset fordul elő. Tehát, hogy egy maláriás beteg érkezik Magyarországra úgy, hogy már itt lesz beteg, amit Afrikából, Dél-Amerikából vagy Ázsiából hozott. Szerencsére ez nem jelent különösebb veszélyt. Próbáljuk elmagyarázni annak, aki kiutazik, hogy oltassa be magát, vigyázzon magára, akkor nem lesz baj. Én beoltatom magam mindig, ha ezt téged érdekel, bár nem kérdezted meg. De ez is kiderült. Igen. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt volt. 2017-nél tartunk, nagyon sok olyan dolog van, ami a témakörrel kapcsolatban, a covidizmussal kapcsolatban előzményként megjelenik ebben az interjúban is. Ugye azt hallottuk, hogy Bill Gates
nagyon komoly erőkkel készül valami előre nem látható dologra, ami a vírus kutatással kapcsolatos. Ez kétségtelen nagyon sok olyan technológiai projektbe fektetett be. Bill Gates, a Világgazdasági Fórum egyik, a maga az alapítványa, az egyik fontos finanszírozója ennek a rendszernek, illetve ennek a hálózati világnak egy fontos tagja. Na most, ha ketté választjuk most a Bill Gatesnek a zseniális előrelátását, még egyszer, tehát ennél az információnál 2017-nél tartunk, akkor nézzük időben visszafele a Világgazdasági Fórumnak a előrejelzéseit, hogy ők mit láttak és mire készültek egy kicsivel korábban. Annál is inkább, mivel a Klaus Schwab, a Gazdasági Világfórumnak a vezetője, apropó egy zárójel, tudják, hogy ki volt az első miniszterelnök, aki elment a Világgazdasági Fórum üléseire? Orbán Viktor volt 2010-ben. Egyébként a magyar miniszterelnök maga is elvégezte azokat a képzéseket, és a Világgazdasági Fórum oldalán rá lehet keresni, hogy büszkén hirdetik, hogy ő is a rendszer része, tehát hogy ő is kapcsolódik ehhez a világhoz. Most visszatérve Klaus Schwabra, ugye 2 évvel ezelőtt hirdette meg a Nagy Újraindítás nevű, Great Reset nevű projektjét, amelyben azt hangoztatta, hogy a világjárvány ritka egyedi lehetőséget kínál a világunk átalakítására és újraindítására. Nézzünk egy kicsit vissza az előzmények tekintetében. A Világgazdasági Fórum néhány dolgot pontosan szeretnék elolvasni, azért fogok most többször is erre a lapra nézve. 2014-es Davoszi találkozója előtt Klaus Schwab bejelentette, hogy reméli, hogy a Világgazdasági Fórum meg tudja nyomni a globális gazdaság reset újraindító gombját. A Világgazdasági Fórum ettől kezdődően különféle válságokra utalva évekig fogja ismételni ezt az üzenetet. 2017-ben tartunk, a Világgazdasági Fórum közzétesz egy cikket, aminek a fő üzenete: világunk működésének egy nagy újraindításra van szüksége. 2018-ban a Davoszi elit egy világjárvány forgatókönyvek szimulálásába kezd, ez a ClaideX nevű projekt. Tehát a YouTube-on elérhető, tehát a ClaideX Pandemic, ennek a lényege a következő: a világ egyik legfontosabb kutatás és oktatási intézményével, az Egyesült Államokbeli Hopkins Egyetemmel működtek együtt. A program keretén belül olyan videófelvételeket készítettek, amelyekben színészek egy kitalált forgatókönyv alapján egy kitalált világjárványról adnak hírt. A ClaideX fiktív esemény keretein belül valós politikai döntéshozók részvételével vitapanelt szerveznek, melynek általános tanulsága, hogy a kormányok és a gazdaságok nincsenek kellőképpen felkészülve a globális világjárványra. A ClaideX szimuláció jelentésének összefoglalója lesújtó: a történelem legdrámaibb világjárványa több százmilliós halálos áldozattal, gazdasági összeomlással és társadalmi zavargásokkal jár majd. Ezt vitatják meg ebben a videóban. Következő: 2019-ben a Világgazdasági Fórum együttműködés kezdeményez ugyanezzel az egyetemmel. Itt már a Bill Gates és Melinda Gates alapítványa is szerepet játszik, és itt megrendezik az Event 201 nevű gyakorlatot, amely kifejezetten egy új koronavírus járvány kitörését szimulálja. Forgatókönyv szerint az esemény hatására a világgazdaság megrendül, zavargások törnek ki majd, csúcstechnológiás megfigyelési intézkedéseket léptetnek érvénybe, melyekkel a pandémia terjedését gátolják. Ezt követően ennek a hatására, ami ebben a videóban benne van, a Bill Gates és Melinda Gates Alapítvány és a Világgazdasági Fórum 7 ajánlást fogalmaz meg a világ kormányai részére. Ezek között hangsúlyozzák, hogy a globális intézményekkel a nemzeti kormányoknak szoros kapcsolatot kell tartaniuk, ilyen a WHO, a Világbank, a Nemzetközi Valuta Alap és Nemzetközi Légi Közlekedés.
Nemzetközi közegészségügyi intézményeknek szorosan együtt kell működniük a WHO-val, annak érdekében, hogy gyorsan továbbadják a központ által megfogalmazott egészségügyi üzeneteket. Ugye ennek egy kitüremkedése volt, amikor másfél hónappal ezelőtt a WHO-nak volt egy nagy csúcstalálkozója. Ezen választották meg újra ezt az egykori kommunistát elnöknek, Gebreyesus urat, a magyar kormány hadhatós támogatásával, és ugye emlékeznek rá, hogy Szijjártó Péter nagy barátjának nevezte ezt a személyt. Ez volt az a összejövetel, amelyen a WHO egy olyan programot fogadott volna el azoknak az országoknak a részvételével, akik csatlakoztak ez a programhoz, például Magyarország, amely alapján a jövőben minden járványügyi intézkedéshez kapcsolódó ügyben a WHO-nak az intézkedései felülírnak minden nemzeti jogszabályt, minden nemzeti rendelkezést, azaz a WHO bármit megtehet bármilyen országba. Ez a nemzeti kormányunk támogatásával át is ment volna. Hál' Istennek mi magyarok bízhatunk még például az afrikai országokban, mert az afrikai országok akadályozták meg ennek a szörnyű tervnek a életbe lépését, és ez egyelőre parkolópályára van téve. Remélhetőleg soha nem fog megvalósulni. Folytatva a korábbi gondolatmenetet, a Clade az előző két videóban minden valóra vált, amit előre bejelentettek, tehát amit előre jeleztek, hogy a kormányok világszerte lezárásokat vezetnek be, több iparág össze fog omlani, ez valóban összeomlott, növekvő bizalmatlanság lesz a kormányok és a polgárok között ez. Megint létrejött. Biometrikus megfigyelési technológiák széleskörű alkalmazása és annak elfogadása, amit előre jeleztek egy ilyen világjárványnál, ez szintén létrejött. A közösségi média cenzúrája hamis információ elleni küzdelem jegyében, ez külön elvárás volt a Világgazdasági Fórum részéről, hogy a kormányok és a globális cégek működjenek közösen ebben a dologban. Ez szintén megvalósult talán a Rákosi korszakban volt utoljára olyan cenzúra, fontos információkat tekintve, mint az elmúlt időszak nemzeti keresztény konzervatív kormányzása alatt. A kommunikációs csatornák csak hiteles forrásokkal való elárasztása, idézőjelbe a hiteles forrás, tehát csak az ő gondolatmenetük jelenjen meg ezeken a tereken. Ez tökéletesen megvalósult. Tömeges munkanélküliség nagyon sok helyen a világban ez létrejött. Utcai zavargások Nyugat-Európa számos városaiban, számos országában és más helyeket is, Kanadát, Ausztráliát is beleértve nagyon komoly zavargások voltak. Ezt követően egy kicsit tovább menve, hogy a covidizmusnak a háttere tekintetében, hogy miért volt erre szükség, mit készítenek elő, mert a Klaus Schwab tervében, a Great Resetbe és egyéb világgazdasági fórum által propagált oldalakon és különböző helyeken van egy varázslatos dátum, ezt a 2030, ezt kedves miniszterelnökünk is már két helyen, egyszer februárban a Kereskedelmi és Iparkamara ülésén jelezte, hogy 2030-ra nagy-nagy változás várható. Konkrétan nem tért ki rá, mert mondta, hogy nincs rá ideje, és a Tusnádfürdői Szabad Egyetemen is kitért a 2030-as dátumra, mint egy olyan időszakra, ami alapvető változásokat hoz a gazdasági, politikai életbe és a társadalmi életünkbe is. Még mielőtt erre egy kicsit konkrétabban rátérnék, nézzünk meg egy másik kis filmet, ami pont ide kötődik. Welcome to Utopia.
Frankie! How you going? 15 years. Ah, great to see you, Frank. Welcome home, Jack. Courtesy note. All fines must be paid before check-in. Thank you. Have a nice day. Welcome to Utopia. Citizen departures 676. I can't wait to see Margaret. So glad to be back home. So what's been happening? Anything at all? No, nothing's changed. What a beautiful day. Processing. GPS coordinates confirmed. Doing? I'm starting the car. What do you think I'm doing? What the? Did you throw out any rubbish? Nah, of course not. Is that yours? It's my bandana. It must have fallen out of my pocket. So what? What are you doing? I'm looking for a credit card. A credit card? What for? The car won't start unless I pay the fine. Now you understand? How about this one? It's Margaret's. The car's in my name. Well, so? Margaret won't mind. I can't believe we're walking. You live an hour away, Frank. Anyway, who find you? I didn't see any cops. There are no cops. Anyone can find you. Gee, things have changed a bit. We hardly noticed. Margaret. Frank, have you seen my credit card? You left it in my car. That's great. Just great. Why? I just got fined. Can you drop it off to me? I'm walking. Oh, no, not you too. What are you looking for? Some beer. There's no beer, Jack. Besides, alcohol is bad for you. You know my mother, Frank. Is that a camera? New regulations. There's one in every home, in every room. It's for our own good, Jack. You gotta be kidding me. Are you telling me that alcohol is illegal, smoking is illegal, and we're all much healthier now, and our insurance premiums are low? This is madness. What's become of this country? Just keep your voice down. Why? You're gonna fine me? Did I just get fined? This is too fucking much. What the hell were you people thinking? Don't swear. This is too fucked up!
Your government fucked up. Your rules are fucked up. You're all fucked up! Have you finished? Go fuck yourself! Now I am! Follow me. No cameras, no fines. Take a seat. So it's all come down to this? No choice. People started making their bathrooms bigger and nicer than the rest of their houses. But the government and council caught on fast and set limits to the size you can build your bathroom. Is there anything you don't get fined for? I'll have to think about that one. What are you doing? How's this work? There's a government app on your phone. You point and take a snapshot of any offence, and the government gives you 10% commission from every fine you record. I can't live like this. Sure you can. We're creatures of habit. You'll get used to it. Here, have some food. I don't eat in bathrooms. Honey, I'm home. Get rid of him. Tell him, Frank. Tell me what? I'm sorry, Jake, but you can't stay. Why? $2,000 in fines, Jack? What the hell were you thinking? We also get fined because it's our house. I promise to pay you back. It's not just the money. You've affected everything we do. Until we pay our fines, we miss out on shopping discounts, public transport, bank loans, everything. I'm your brother, Frank. I can't fight it anymore, Jack. We hate it too. Why don't you just get up and leave the country? We can't leave. Why? We have a mortgage. Any debts, big or small, you can't travel outside the country. Simple as that. All the changes started happening slowly after you left. I did the protests, but teenagers and hippies on the streets aren't convincing enough. Can't blame the people. When your belly's empty, you swallow anything they shove down your throat. Artists were supposed to turn a mirror on society, but instead, most of them turned the mirror on themselves. And it became a selfie. And most writers, artists, poets sold out. Too scared to challenge in case they lost the corporate sponsor or some government grant. I'm old now. I'm tired now. I've done my fighting. I'd like to live out the rest of my life with the few freedoms I have left. I'll leave in the morning. Jack, just some advice. If you help anyone with a red wristband, you get fined too.
But whatever you do, never ever pay for anyone else's fine. Hello. Hello. Are you okay? Why are you sleeping here? I don't have a home. Why don't you sleep at a hotel? They won't take cash. So where will you live now? Here. Processing. GPS coordinates confirmed. Margaret, nice to... Ticket, sir. See you. So your ticket and passport, please. I'm sorry, sir, but you have unpaid fines. Margaret, please, look, I'll pay them another time. I've got to get out of here. Sir, in order for your check-in to proceed, you need to pay the outstanding fines. Why are you doing this? How much? $2,000. Your credit card, please. I don't have a credit card. I've only got cash. We can't accept cash. Margaret, please, press some button. I beg you, fix this. I've got to get out of this country. Please. Please move away from the counter. If you do not move, I will have to fine you. I don't care anymore. Sorry, Jack. I know you are. I forgive you. Have a safe flight, sir. Thank you. Thank you. Warning. Illegal payment detected. Do not move from your current location. Your cooperation is appreciated. Can I ask you a question? Why are you always smiling? Because I'm free. Hölgyeim és uraim, ha már így feldobtam a hangulatot a beszélgetésünk végére, az alig ha hiszem, hogy van olyan alkotás, vagy én nem találtam még, ami ilyen röviden és tömören bemutatná azt a világot, amit nekünk szánnak. Tehát egy totálisan ellenőrzött, az emberek szabadságjogait legdurrábban eltipró, virtuális, életidegen környezetet akarnak megvalósítani számunkra, és a gyerekeink számára is. A történet kapcsán rengeteg dolgot szeretnék kiemelni. Látom, hogy nagyon elfutott az idő, csak megpróbálom lerövidítve elmondani. Az egyik, ami kiemelten fontos, látták a legelején a zöld karkötő, ugye ez Izraelben már létezik, úgy hívják, pont ugyanilyen zöld karkötő, covidizmus kapcsán hozták használatba, úgy hívják ezt a karkötőt, hogy szabadság karkötő.
ami mindent figyel az adott emberről, hogy 500 méteres körzetben mozoghat, hová mehet, mit csinálhat, tehát hogy vannak már ilyen rendszerek. A QR kódos megfigyelési rendszerek, vagy nyomon követés, ami Kínából érkezett hozzánk, a covidizmus kapcsán ma már a mindennapjaink részét képezik. Ezt 2020 elején Németországban kezdték el használni, első körben tesztelési lehetőséggel, hogy hogyan fogadják el az állampolgárok, és ma már ezen keresztül szűrik ki azokat, sőt, még a covidizmus tombolt, ezen keresztül tagadtak meg bizonyos szolgáltatásokat másoktól a QR kód státusza alapján. A QR kód státuszhoz kapcsolódik az a cím, az a cikk, amit mögöttem látnak. Kínában, ez nemrég június 14-i cikk, Kínában az egyik városban, ugye ez, amit most elmondok, ez megint nem volt benne az esti híradókban. Az egyik városban, Henan városban a mindenféle indok nélkül a különböző állampolgároknak a pénzét a bankok zárolták. Ugye ez is olyan területe a világnak, ahol készpénz már nincsen, és az előző videóban láthattuk, hogy a készpénznek milyen fontos szerepe van, mert ha készpénz eltűnik, akkor az ember a legnagyobb rabszolgává válik azoknak az erőknek a kezébe, akiknek különböző tervei vannak a jövőre vonatkozóan, még néhány szót erről mondok. Visszatérve kínai esetre, tehát június 16-ánál tartunk, az emberek nem tudtak hozzáférni a pénzükhöz, és jó néhányan tüntetést szerveztek. Ezek a tüntetéseket ne úgy képzeljék el, mint nálunk a 2006-os eseményeket. Különböző transzparensekkel a város főterére vonultak, és magyarázatot követeltek arra vonatkozóan, hogy miért nem tudnak hozzáférni a pénzükhöz, még az digitális változatban is van. Másnap arra lettek figyelmesek ezek a renitens emberek, akik ugye a saját pénzük után érdeklődtek, hogy a QR kódos COVID státuszuk az megváltozott, pirosra változott. Ez azt jelentette, hogy nem hagyhatták el a lakásukat sem. Néhányan megpróbálkoztak ezzel. Ebben a városban is működő szuperintelligens arcfelismerő szoftverekkel a rendőrség néhány percen belül megtalálta ezeket az embereket, és börtönbe is kerültek, mint olyan egyének, amelyek ugye nem tartják be a szabályokat. Ez az eset is az egyik legfélelmetesebb példája, és ez már maga a valóság, tehát ez nem a képzelet szüleménye, arra vonatkozóan, hogy egy rendszer, egy mozdulattal hogyan veheti el az embereknek a legalapvetőbb szabadság jogait. Mert ugye ezek a technológiák első körben az életünkbe egy lassú érzékenyítéssel érkeznek meg, pontosan úgy, mint a népmesébe, amikor a farkas be akar menni a kisgidákhoz. Először az egyik lábát dugja be, utána a másodikat, majd a harmadikat, végül teljesen bejut és elvégzi azt, amit el kell végeznie. Annyi rossz hírem van a mi esetünkben, hogy nálunk nem fog jönni senki, aki utána le fog számolni a farkassal, tehát nekünk kellene megakadályozni, hogy a szőrös mancsát, meg a nagy órát bedugja az ajtókon keresztül az életterébe ez a szörnyalak. Ami ehhez az esethez kapcsolódik, ugye a kanadai események, a kamionos tüntetésekről mindannyian hallottak, és talán arról is, hogy mindmáig a helyzet kilátástalan azoknak a tüntetőknek, akik miattunk és értünk is demonstráltak a mi szabadságunkért. Lefoglalták a kamionjaikat, zárolták a pénzüket, és a lehető legkegyetlenebb megtorlásban részesítették. Ne gondolják azt, hogy ezek az események, vagy ez az erőszak,
nem tud ide is eljutni a mi életünkbe is. Most még abban a helyzetben vagyunk, hogy tudunk ezen változtatni. Még felvilágosítással fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy az a folyamat, ami elindult, annak a vége az senki számára nem lesz kívánatos. És a QR-kódos kínai június 16-ai eseményhez kapcsolódik, hogy május 16-án a magyar kormány is ugyanezt a technológiát fogadta el, ugyanezt a QR-kódos megfigyelési technológiát, ez benne van az egészségügyi törvénybe, egészségügyi törvény módosításába, ami arra vonatkozik, hogyha valaki úgymond covidos, akkor választhatja a telefonra telepített, vagy egyéb módon telepített QR-kódos megfigyelési szoftvert arra vonatkozóan, hogy tiszteletben tartja-e szabályokat, vagyis nem hagyja el azt a helyet. Ez a technológia, ez még a választható körben van benne, de tudjuk, hogy ez is egyfajta első lépés, egy mozdulattal ezt a rendszert át fogják állítani, ha valamit nem teszünk, akár kötelezővé is. Olyan dolgok és olyan boszorkánykonyhai terveket szőnek az életünk és a világunk megváltoztatására, amire egy kis jelenetben, vagy kisebb jelenetekben ebben a filmben láthattunk példákat. Megrázó és megdöbbentő módon mutatta be azt a világot, amit a 2030-ra ez a nagy szervezet, ez a különböző szervezetek hálózata természetesen, tehát nem csak a Klaus Schwab féle világ és az ő csatlósai segítik ezeket a tevékenységeket, hanem a WHO-tól, a különböző egyéb nagy monstrum cégeken keresztül a BlackRock hálózatig, egyébként a BlackRock a világ legnagyobb tőzsdei alapja, különböző gazdasági befektetési társaságok nagy holdudvara. Szerencsésen megérkezett Magyarországra is nemrég, nagyon komoly irodaháza van a 13. kerületben, és magyar kormány támogatásával már is stratégiai megállapodást kötött a Corvinus Egyetemmel, úgyhogy lassan, pontosan hálózzák be a mi világunkat is. Ami a készpénzt illeti, és itt is láthattuk arra vonatkozóan figyelmeztető jeleket, hogy a készpénz az emberi szabadság utolsó bástyája. Ha nincs készpénz, ha bevezetik azt a digitális pénzt, aminek a bevezetésére már is készen állnak. Egyébként a Világgazdasági Fórum legújabb Davoszi értekezletén a digitális pénz bevezetése kötelezővé tétele már a programpontok között szerepelt. Pontosan úgy, de nem csak most, hanem már korábban is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, pontosan olyan ütemben készülnek erre, mint ahogy az előbb próbáltam érzékeltetni a covidizmust is, hogy hogyan építették föl lépésről lépésre ezt a nagy újraindításnak nevezett rendszert. Ez a nagy újraindítás tekintetében pedig kulcsfontosságú, hogy a készpénzt eltüntessék, ezért mindig kiemelten szoktam hangsúlyozni, hogy aki bankkártyával fizet, minden egyes tranzakciónál jusson eszébe, hogy egy rácsot épített saját maga és a gyerekei köré. Tehát, hogy mert erre hivatkozva fogják majd a készpénzt betiltani rövidesen, záros határidőn belül. A készpénz tekintetében én tudom, hogy ez olcsóbb valamennyivel, hát nyilván, hát azért nem véletlenül próbálnak erre érzékenyíteni, érdekeltté tenni abban, hogy ne készpénzzel fizessen az ember, de a szabadságnak ára van, ezt mindenki jegyezze meg. Tehát aki a digitális világot részesíti előnyben, a bankkártyás és egyéb tranzakciókat, az ne csodálkozzon, ha később ennek a hatására végigviszik azt, amit végig akarnak vinni. 2030-as dátummal kapcsolatban több tanulmány is van. A
Gret Reset féle világnak az az elképzelése, az a Klaus Schwab féle világnak, hogy eltűnnek az áruk, az áruk helyett szolgáltatások lesznek, senkinek semmilyen magán tulajdona nem lesz, mindent bérelni fogunk, és boldogok leszünk. Sajnos nem tudom, nem fér már bele az időmbe ennek a felolvasása, de majd valamilyen formába megpróbálom publikussá tenni. A Forbes-tól, a Világgazdasági Fórum honlapjától kezdve rengeteg helyen, még 2016-ban, ugye ezért utalok mindig vissza a korábbi időszakokra, hogy tervszerűen halad azt, amit meg akarnak csinálni. Tehát, hogy ők előre gondolkodnak, előre terveznek, és a tervek alapján élnek és tevékenykednek. A írásnak a címe, hogy üdvözöljük 2030-ban. Semmi tulajdonom nincs, nincs magánéletem, és az életem soha nem volt jobb. Egy hosszas elmélkedés a Világgazdasági Fórum egyik főmunkatársától, alapemberétől, arra vonatkozóan, hogy 2030-ra milyen életet kell bevezetni, amelyben senkinek semmilyen magántulajdona nem lesz, gondja nem lesz. Még egy-két bekezdést azért megpróbálok belőle felolvasni. Csak hogy lássák. Amikor a mesterséges intelligencia és a robotok átvették a munkánk nagy részét, hirtelen lett időnk arra, hogy jól együnk, jól aludjunk, és időt töltsünk más emberekkel. A csúcsforgalom fogalmának már nincs értelme, hiszen a munkát, amit mi végzünk, bármikor elvégezhetjük. Nem is tudom, hogy nevezném ezt többé munkának. Inkább gondolkodási időnek, alkotási időnek és fejlesztési időnek. Egy ideig minden a szórakozás jegyében telt, és az emberek nem akartak nehéz kérdésekkel foglalkozni. Csak az utolsó pillanatban jöttünk rá, hogyan lehet ezeket az új technológiákat jobb célokra használni. A legnagyobb aggodalmam azokkal az emberekkel kapcsolatos, akik nem a mi városunkban élnek, akiket útközben elvesztettünk. És most itt megállnék egy pillanatra, hogy hol lesznek ezek a városok. A magyar médiában is utána tudnak keresni, most már nincs időm ezeknek a bemutatására. A Szaúd-Arábiában készül Neom néven ennek a projektje, a sivatagban ugyanez a űrvároshoz hasonló, mint amit itt az utópiában láttak, egy szörnyű nagy város monstrum, 120 km hosszú. Egyetlen tömbből álló nagy épület. Nyugodtan keressenek rá, és megláthatják, hogy ez készül gőzerővel. Ennek is a befejezési dátuma 2030. Mérhetetlen pénzeket csoportosítottak át ennek a szörnyű projektnek a megvalósítására. A jövő tekintetében pedig még egy pár mondatot szeretnék felolvasni. 2017-ben a német kormány együttműködve az általam már korábban említett szervezetekkel több projektet is indított arra vonatkozóan, hogy hogyan képzeljük el majd a jövő társadalmát, ami 2030-ra be fog következni. Hát ebben kiemelt szerepet játszanak az úgynevezett okosvárosok, és az előbb általam említett projekt is, szaúd-arábiai, ez is egy okosváros projekt. Okosváros projekt van Magyarországon is, tehát a magyar kormány is csatlakozott ezekhez a kezdeményezésekhez. Ha rákeresnek a keresőben, akkor egy rakás információt kapnak a magyar fejlesztésekkel kapcsolatban. Mint ahogy nagyon sok információt fognak kapni, ha beírják a keresőben Matolcsi György nevét és mondjuk a digitális pénz kifejezését, akkor láthatják, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke az egyik legnagyobb élharcosa a digitális pénz mielőbbi bevezetésének, és a Magyar Nemzeti Bank már régóta dolgozik ezen a projekten is, hogy ezt mielőbb bevezessék, rengeteg információt találnak róla, most ezeket nem fogom tudni elmondani. Visszatérve a német elemzésre, hogy milyen lesz az a társadalom, amit megpróbálnak kiépíteni, erőforrás hatékony társadalom, ez a címe az egyik kis fejezetnek, egy olyan társadalom, melyben egyetlen épület sem áll üresen, hanem mindig optimálisan használják. Az autók sem járnak már üresen, az új készülékek és gépek saját energiát termelnek azok számára, akik energia
gyűjtő érzékelőkkel foglalkoznak, a központosított nagy erőművekről szóló vita értelmetlennek tűnik. A mesterséges intelligencia helyettesíti a választási lehetőséget. Soha nem kell majd eldöntenünk, hogy egy adott buszra vagy vonatra szálljunk fel, hanem a leggyorsabb utat kapjuk. A pontból B pontba a kulcsokat, pénztárcánkat és órákat sem fogjuk már használni. Következő pont. Az elérhető megszokott javakról és erőforrásokról szóló információknak köszönhetően egyre kevésbé van értelme birtokolni valamit. A magántulajdon szinte nem lesz, vagy luxus lesz. Az adatok kiegészíthetik, vagy helyettesíthetik a pénzt, mint fizetőeszközt, azaz digitális pénz. Még egy részt szeretnék felolvasni, több pontja van ennek a szörnyű utópiának. Az egyik, hogy mi lesz a szavazással és a választással, ugye, mint a demokrácia alap kellékével és értékével. Mondom a tervnek ezt a részét, mivel pontosan tudjuk, hogy az emberek mit tesznek és mit akarnak, nincs szükség választásokra, többségi szavazásokra vagy szavazásokra. A viselkedési adatok helyettesíthetik a demokráciát, mint társadalmi visszacsatolási rendszert. Hölgyeim és uraim, elnézést, kicsit levágtam itt a végét, de hát a idő intervallumok miatt én is be vagyok szorítva, és talán információk tekintetében kaptak annyi új adatot, aminek a feldolgozására talán ez az idő mennyiség is elég lesz. Én mindenkinek azt tudnám tanácsolni, hogy minden elemében, minden energiájával arra próbáljon, főleg a mostani új gazdasági összeomlás előtt, egy nagyon nehéz időszak előtt állunk, ami most fog következni. Napról napra fogjuk ezt érzékelni. Igazából ősszel fog jobban becsapni az a gazdasági világválság, ami jelentősen hozzá fog járulni ahhoz, hogy az emberek jelentős része elveszítse azt a megmaradt pénzét és vagyonát is, amit még meg tudott tartani. Egy globális folyamatról van szó. Ne legyen kétségük afelől, hogy ezek a kataklizmának tűnő jelenségek, és nem tudtam kitérni a klíma hisztire és az ezzel kapcsolatos ügyekre, vagy a gazdasági és háborús eseményekre, az energia árakra, ezek mind-mind csinált különböző módon geresztett folyamatok, amik mögött az áll, hogy totálisan leromboljanak mindent, és mindenkit, aki számukra nem kedves, akármilyen szempontból, és majd a megmaradt társadalmi romokon felépítsék azt az utopisztikus, irreális, életszerűtlen társadalmat, amihez képest a kommunizmus legsötétebb időszaka is egy leányálom volt. Ezeket a ügyeket, kezdeményezéseket, ezeket a folyamatokat vegyék nagyon komolyan. Azért is, mert mindenkinek egyénenként felelőssége van társadalmi szinten, közösségi szinten is abban, hogy mi, hogyan és miért következik be. Egyéni szempontból többször is azt mondtam, hogy nem feltétlenül kell mindenkinek az első sorba állnia, nem feltétlenül kell a legnagyobb viharba kimenni. Ugyanakkor keressék meg helyben, közösségi vonalon azokat az embereket, akikre tudnak számítani, azért, mert egyénenként el fognak veszni. Tehát ha nem lesz meg helyben az a 10-15 ember, akit bármikor meg tudnak találni, meg tudnak keresni, akkor nagyon nehéz időszakra számíthatnak. Tegyenek félre minden nézeteltérést, főleg politikai nézeteltérést, és próbáljanak egy emberként és emberként készülni azokra az időszakokra, amelyek nagyon meg fogják viselni az egész társadalmunkat és az egész világot. Nincs kétségem abban, egy soha nem is volt, hogy győzni fogunk, tehát hogy ez a világ, amit megalkottak és elterveztek, ez az életidegen szörnyű utópia, ez nem fog megvalósulni. A végén biztos, hogy meg fog bukni. Az, hogy milyen
módon, milyen áldozatokkal jár ez az egész kezdeményezés, az részben rajtunk is múlik. Tehát próbálják kerülni a digitális technológiákat, próbálják kerülni a digitális fizetőeszközt, próbáljanak helyi vonalon, akár ne vásároljanak globális multinál semmit és soha, amennyire tehetik, mert a globális multicégek kiemelt támogatói ezeknek a kezdeményezéseknek. Erre sajnos most nem tudtam kitérni, hogy a digitális világ, a digitális pénz és egyéb bevezetések kapcsán a Lidl-től az Aldin keresztül Nyugat-Európában már nagyon sok boltban nem lehet már fizetni készpénzzel, és ezek a folyamatok hozzánk is el fognak jutni. Keressenek helyi termelőket, minden dolgot meg tudnak szerezni a helyi vonalon. Nagyon jó kezdeményezések vannak, ajánlom figyelmükben a Nyíregyházi Kosárközösséget, és nagyon sok ehhez hasonló területi kis csoportot, akik helyben már próbáltak valamit tenni és valamit építeni arra vonatkozóan, hogyha jön a globális élelmiszerkrízis, ami szintén elő volt készítve, ezt se tudtam sajnos elmondani, azt is majd talán legközelebb a Világgazdasági Fórum a Rockefeller alapítvánnyal együttműködve milyen módon próbálta az élelmiszer vonalon előrejelezni, tehát pontosan ugyanúgy, hogy a korábbi eseteket is. Tehát rengeteg tanulmány volt arra már évekkel ezelőtt, sőt 10 évvel ezelőtt is, hogy hamarosan ki fog törni egy globális élelmiszerkrízis, és ennek a megoldása, ha a Világgazdasági Fórum kézbe veszi ezeket az ügyeket, és a Világgazdasági Fórum fogja irányítani a jövőben az élelmiszer ellátást. Ennek a hatása egyébként, hogy minden természetes, ami az életterünkhöz kapcsolódik, ami az élelmezésünkhöz kapcsolódik, például a szarvasmarhák, azt megpróbálnak eltüntetni. Lásd Hollandia. Hollandia ennek a projektnek a minta állama. A holland miniszterelnök, Rutte miniszterelnök, az a Klaus Schwab világféle hálózat egyik oszlopos tagja, és ennek a projektnek Hollandia levezénylője, nem véletlen, hogy nagyon komoly gazdatüntetések vannak Hollandiában is. Rengeteg dolog még bennem marad, de én itt leszek még egy ideig, ha valakit érdekel személyesen is, elmondom a véleményemet és az álláspontomat. Sajnos kérdésekre most a megkésett idő miatt nincs lehetőség. Én még egyszer mindenkinek köszönöm a megtisztelő figyelmet, és mindenkit ellenállásra hívok föl. Védjük meg a saját magunk világát, a saját magunk életterét, gyerekeink jövője a tét, családunk jövője a tét, és a legfontosabb, hogy az a fajta szörnyű utópia, amit elterveztek számunkra, az ne jöhessen létre, ezért ez ellen pedig mi is tudunk tenni. Köszönöm szépen még egyszer a megtisztelő figyelmüket.